Éjszakai kijárási tilalom lépett életbe szombatra virradóra Katalóniában, ahol gyorsan romlik a járvány statisztika. Az összejövetelek létszámát is korlátozzák a hatóságok, az éttermek pedig csak félházzal, a boltok, edzőtermek és színházak kapacitásuk 70%-án működhetnek. Az éjszakai szórakozóhelyeket bezárták. Az egyik bár tulajdonosa azt magyarázza, hogy ez elég komplikált ügy, mert emiatt nem jönnek a turisták Barcelonába, mindent lemondtak. Eddig jól ment minden, mert a korlátozásokat első körben csak 2 napra vezették be, de most rossz idők jönnek. Eléggé kétségbe van esve, hogy idén semmi sem lesz a szilveszterből. Spanyolországban minden negyedik súlyos COVID-beteget Katalóniában ápolják, ezért kényszerült arra a helyi vezetés, hogy akár a turizmus kárára is keretek közé szorítsa az évvégi ünneplést.